nemzedék. Szereted a reggelt, amikor feltépődik az éjszaka, elmaszatolódnak az álmok, s a léceken át bemászik a fény, beszivárognak a hangok. Felhúzzák a sarampót, és kigörül a nappal. Jó reggelt! Az iskola befogad, benyel, behabzsol. Folyosószag, merev tablóképek, dátumozott időtlenségben. Az osztály mesterséges tenyészete, 8x10 méter, három sorban keskeny asztalok, mögöttük székek, 39 szék. Mindahánynak más lába, háta, köpenye. Mindegyik asztal más egyéniség. Csak a tanári asztal ugyanaz, óránként megújuló fejekkel. Mi most 39-en, így együtt, ugyanannak a számlálónak a nevezői, ugyanazokon a folyosókon, ugyanazokban a vécékben, ugyanannak az épületnek. Én, te, ő. Összefonottságban, együtt. És aztán, amikor kiütjük a falakat, és kiszabadulunk, és 39 félék leszünk, mert egymás fölé és alá kerülünk, mert elkezdünk rétegeződni, beilleszkedni, szóródni. És már nem haverok, hanem generáció leszünk. Kicsi vagy nagy, ahová besorolnak. Szülők. Szabványmintára készülnek, konfekciószülők. Másodállásban szülők. A te apád is hajszolt, a te anyád is hisztis, a te szüleid is beilleszkedők, a te szüleid is simára gyalulnának, a te szüleid is fáradhatatlanul fáradnak érted, és fáradtak hozzád. Ha megmakacsolod magad, pszichológushoz küldenek, aki lerajzoltatja veled az egymásba fáradt családot. Te előnyös helyzetű tanuló vagy? Eléd havat szórnak, ha szánkózni akarsz? A te apád érti a halmaz elméletet? A te anyád tud verset elemezni? Mi a fenét akarsz tulajdonképpen? Tudsz jobbat, mint amit ők akarnak? Nagyanyánk, nem töpörödött anyuka, aki kötöget az ablaknál. Kondicionáló tornára jár. Harcot indít a kilók és ráncok ellen. Nagyapánk, élő lábjegyzet. Ő az anekdótává szelídül történelem. Ők mindent tudnak, és mindent összekevernek. Mi a lényeget szeretnénk, de a lényeg kibújik. Az emlékezet kicsorbult léceigazott.